Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a Mit főzek című műsor a Rádió Bécsben. Tóth Zoltán és Kis Katalin köszönti Önöket. A mai műsorunkban, igen, nyár közepe, vagy második felében inkább most már, de azért nagyon nyári programokat ajánlunk, amit az átlagemberek nyáron csinálnak, ugye akiknek egy feladat az, hogyha szabadtéren akarnak főzni, sütni, de azok, akik járnak kirándulni, vadászni, halászni, horgászni, azok egész évben süthetnek szabad tűzön. Erről fogunk ma beszélni. Találtunk, illetve kaptunk ajándékba valakitől egy könyvet, ami 1984-ben jelent meg. Tehát nem mondanám, hogy egy friss könyv, de nagyon tartalmas. Ezt a könyvet Makai Béla írta, és Szabad tűzön a címe, és tökéletesen lefedi a tartalma a címét. 1984-ben a Mezőgazdasági Könyvkiadóban jelent meg. Vannak benne tanácsok a sütéshez, főzéshez, már szabadtérihez, és vannak benne olyan ételek, amiket ő is, vagy ő, vagy a barátai, vagy szabad tűzön már megfőztek, vagy ajánlják másoknak, hogy főzzék meg, vagy ők is tanulták. Ilyenek a halászételek, a vadászételek, a pásztorételek, és a kirándulók ételei. Nekünk azért ez egy picit sok, de azért válogattunk belőle, hát a saját szájízünk szerint. Az előszót, Zoltán, akkor ismerteted, hogy mi van az előszóban, mert nagyon kis kedves és tartalmas előszót írt hozzá az egyik szerkesztő, akit Morvai Juditnak hívnak. Az előszó készítője, Morvai Judit, a következőket írja. A magyarországi Tisza mentén, ha az Alföld végtelen síksága után a nyírség, akácos, almás hamokdombjait is elhagyjuk, tovább folytatjuk utunkat kelet felé, lassan megváltozik a táj arculata. A szántókat, legelőket egyre sűrűbben szakítják meg a bokrosok, erdők, tölgyes ligetek, az egymáshoz közeleső kis falvak tornyai megszakítják a látóhatár peremét, amely mögött jó időben feltűnik a Kárpátok kék vonulata. A kiszáradt agyagos föld a homok helyén újra zsíros, fekete talajt láthatunk, a dús vegetáció között nádasok, patakok, holtágak vize csillog. Magyarországnak ez a távoli csücske még a múlt század végén is ligetes legelők, vizek birodalma volt. A nyírség homokdombjai és a Kárpátok előhegyei közé szorított síkságon egymást érték, egymásba szaladtak a hegyek felől érkező kisebb-nagyobb patakok, folyók. Párhuzamosan észak felé tartó Krasznát, Szamost, Tiszát, Túrt, itt már alig 10-20 kilométer választja el egymástól, közöttük még számtalan kis patak, tó, mocsár táplálja ezeket a nagyobb vizeket, amelyeket végül is az őket magába fogadó Tiszának egyedül kell kivezetnie nyugatra, majd egy éles kanyarodással dél felé. A sebes folyású Tisza még így sem tudja lecsapolni az egész területet, a holterekben kisebb, befulladt folyók, mocsarak, tápok terülnek el. A víz volt a táj éltető eleme és csapása is. Minden évben a tavaszi áradások idején csak a vízhátakra épülő kis falvak maradtak ki a végtelen víztükörből. Bármilyen furcsa, az öregek emlékezete szerint örültek az emberek, ha a Tisza megjárta a határt, mert kövérebb, dúsabb lett tőle a föld, a jobb termést meghozta. Hatalmas, pusztító árvizeket is őriz az emberi emlékezet, amikor bölcsős kisgyermekeket, állatot, ruhákkal teli ládákat hozott a zavaros áradat. Rendszeres földművelés csak a magasabb földhátokon, vízhorta dombokon folyt,
Az egész évben nedves területek mind legelőknek, kaszálóknak voltak hírnökei. A vizek miatt a falvak között a tavaszi ősi esőzések idején igen körülményes volt a közlekedés, még négy lóval vagy lóháton is elakadtak a mérhetetlen sárba. Ha megfelelő vízi út volt, inkább hajóval, maguk készítette tutajjal, jobb híján leakasztott csűrkapuval csónakáztak egymáshoz. A szomszéd falvakba titkon udvarolni járó legények olykor derékig vizesen érkeztek meg a kiszerelt lányhoz. Csak télen, amikor befagytak a vizek, akkor indultak a legények hosszabb utakra, befogott csengőszánokba ülve siklottak át a folyó felett, és mentek farsangolni, lakodalomba, vagy vásárolni a közeli városba. Napjainkban, amikor a táji különbségek is lassan eltűnnek, az iparosodó, városiasodó, korszerű technikával termelő keleti végek is beolvadnak az országba, annak egységesedő kultúrájába, csak örülni tudunk Makai Béla kitűnő receptgyűjteményének. A szerző igen értékes szempontok szerint választotta össze könyvének anyagát. A magyar parasztság körében még a közelmúltban is számosan voltak olyan férfiak, akik kitűnően tudtak főzni, elsősorban azok, akik életkörülményeik miatt kényszerettek erre a tudásra, nevezetesen a halászok, pásztorok, vadászok, erdei emberek, de a nagyhatárú alföldi városok mezőin dolgozó férfiak is meg kellett, hogy tanuljanak főzni. A főző férfiak tudása nem volt olyan széles körű, mint az asszonyoké, tevékenységüket beszűkítette a főzés körülménye, vagyis, hogy szabad tűzön, kevés eszközzel kellett munkájukat elvégezni. Korlátozta az ételek számát az is, hogy az alapanyagok közül kevés állt rendelkezésükre, ezen a körön belül is azonban egyesek művészi szintre emelték szakácstudományukat. Ezt a tudományt őrzi meg ez a könyv. Makai Béla könyve a bevezető előszó után egy nagyon édes fejezet következik, tíz parancsolat az előkészületekhez. Ezt most föl fogom olvasni, mert szerintem ez annyira jó pofán össze van szedve, hogy hogy kell bánni a dolgokkal, hogy ez egy gyakorló háziasszonynak is tökéletes tíz parancsolat. Lőtt volt húsokban leggyakrabban benne marad a vér, ezért felhasználás előtt néhány óráig hideg vízben áztassuk, ugyanúgy a füstölt húsokat is. A halak, a fiatal állatok húsát vízben áztatni, agyonmosni nem ajánlatos, mert az értékes ízes szövetmedvek nagy része kimosódik. Az elősúzott húsokat, halakat nem szabad kimosni. Sőt, az állájuk gyűrt húslevet, itt van egy kis elírás, bocsánat, sőt, úgy van azt mondat, hogy sőt, az állájuk gyűrt sós levet, övetmedvet is használjuk fel. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha az előzőleg felhasznált só mennyisége nem több az ételhez szükséges mennyiségnél. Akkor viszont tényleg mossuk ki egy kicsit. A fagyasztott húsokat csak hideg vízben vagy szóval levegőn ajánlatos kiengedtetni. Hirtelen kiengedett hús zavaros levet produkál. A keszeg vagy hússütő rostélyunkat használat után vagy előtt seprőszerűen marokra fogott ágakkal csutakoljuk tisztára. Közbevetőleg megjegyezném, hogy ugye nem minden a műanyagokból készült csodasúrolószerekkel lesz tiszta, hanem ilyen összefogott faágakkal is. Nyásnak legjobb a kökény és a fűszhavesző, mert állják a tüzet. Sok más cserje vagy havesző szagosítja az ételt. Te például rozmaringágon szeretsz
fölfűzni húsokat. Ugye. Mindig a nyári vastagabb végeket háncsoljuk le, faragjuk hegyesre és laposra. Ha nagy darabokat, tyúkot, fácán, stb. Húzunk fel arra, kétfelé hasítjuk, így biztosíthatjuk, hogy a vége be legyen vágva. Tehát, hogy ott legyen egy nyílás rajta, és akkor két helyen tudjuk a sülni való húst ráhúzni, sokkal stabilabb lesz. A levesek, kalászlevesek főzésére felül szűkül alakú bogrács a legmegfelelőbb, förköltek, paprikások, sültek részére pedig a hagyományos széles szájú bográcsok. Ez az elv tulajdonképpen ma is így van, és ma is így használják a szabadtőzőt. Jobban benne marad az aromája a levesnek, meg a halászlének, hogyha ilyen szűkülő szájú. Ennek szerintem másokkal nincsen, nem? Igen, én soha nem értettem a bevásárlóközpontban, ahova járunk, hogy miért kétfajta bográcsot lehet kapni, az egyiknek szűkül a szája, a másiknak tágul, de akkor ezt most megtudtuk. Van itt egy olyan a 10 parancsolat között, nem direkt nem mondtam, hogy melyik az övé, és melyiket fűztük bele mi, de itt van egy, ami nagyon érdekes, és a mai szokás szerint, vagy a mai technikai tudásunk szerint nem pont így csináljuk, ő azt írja, hogy főzés előtt ajánlatos vasbográcsunkat varázsra téve kiégetni. Ez így teljesen rendben van, ha valakinek erre van ideje, mondja, biztos, hogy nagyon jó. Meg vasbográcsa. Igen, de hát itt konkrétan a vas edényről van szó, igen. Főzés után pedig minél hamarabb kimosni. Na most ez az, ami számomra meglepő, mert amióta főzünk, már pedig nekünk is van benne egy pár évtizedes gyakorlatunk, azt tanultuk, hogy nem szabad a vasbográcsokat, vasedényeket kimosni, hanem nagyon alaposan ki kell törölni. Ugye ezek a mai papírtörlők már erre nagyon alkalmasak. Lehet, hogy ez a 84-ben írt könyv, ez még nem találkozott ilyen jobbfajta, sőt biztos papírtörlővel. De aztán úgy folytatja, hogy mi is szoktuk, hogy mikor már jól kiszáradt, és megtisztítottuk, és kiszáradt, akkor zsírral vagy szalonnával kikenni, hogy ne rozsdásodjon meg. Ugye a víz azért lepett meg engem, mert a vasedény az könnyen rozsdásodik, de hát ő is erre gondol, de mi a papírtörlő után is ki szoktuk olajozni. Ő beválik most már, hát legalább 15 éves ez a vasedény, amit használunk, nem? Igen. És igen. Semmi baj. Én kacsát szoktam benne sütni. Is. Is. Kedves hallgatóink, ez az is, ez igen. Kacsát is, meg libát is, meg disznóhúst is, meg marhahúst is. Meg sóletet szoktál benne csinálni. Szóval nem akarunk nagy reklámot csinálni a vasedénynek, de hát már úgy, hogy mint a vas ételkészítő eszköznek, nem a valamikori kereskedelmi egységnek. Akkor térjünk át a következő részre. A könyvben az első fejezet, ahol már receptek is vannak, ezek a halételek. És ugye az embernek bográcsról és halról mi jut eszébe? Egy halászlé. Annyit el kell mondanom, hogy ha valaki ma elmegy a Tisza partjára, csak úgy ismeretlenül nyaralni, az ne nagyon bízzon benne, hogy tud tiszai halászlét tiszai halból lenni. Nincs olyan sok hal a Tiszában, de azért, ha ismerős vendéglős van, akkor azért kaphat. Mi így voltunk egy párszor tiszai halászlét és egyebeket tenni. Nos, akkor elmesélném azt, hogy ebben a könyvben milyen halászlé van. Az a cím a receptnek, hogy halászlé alaplével jó fűszeresen. Ez egy elég munkaigényes recept, úgyhogy azért elmondom, hát ha valaki úgy megy el főzni, hogy reggel elkezd, és akkor délutánra már lesz halászlé. Tiszta vízben 3-4 összevágott hagymát fonnyasztok. Ezt ő is így írja le, hogy csak megfonnyasztja. Nem szoktak alája zsírt tenni. És meg kell, hogy mondjam, hogy én, hogyha mégis olyan helyen eszünk, ahol tesznek alá zsírt a hagymának, akkor nekem másnap ég a gyomrom.
úgyhogy lehet, hogy ez nem való a zsíra halhoz. Ha megsárgult, beledarabolok 3-4 apró lágyhúsú halat, nagyobbakat jól megmosott, uszonyait, fejét, de fél kilogramnál nem többet, egy közepes krumplit és 3-4 csípős paprikát. Egy csipet borssal és egy zöld paprikával is megízesítem. Ez idő alatt a feldarabolt nagyobb halak, kb. Másfél-két kilogramm, sóban állnak. Jó fél órai erős főzés után a bogrács tartalmát tiszta szűrőben fakanállal többször átpasszírozom. A szűrőben maradt szálkás, csontos masszát kidobom. A visszamaradt lé az alaplé. Ismét felforralom, és másfél evőkanálnyi piros paprikával megszínezem. Ne tessék azt hinni, hogy az alapléből kifelejtette a piros paprikát. Abba még nem kell. Nem kell agyon főzni. Ugye nem arra való a piros paprika, hogy agyon főzzék, hogy igen, hogy finom legyek. És csak azután rakom bele a sóslével együtt, már amiben kijött a halból víz a sózásból, ebbe az alaplébe. És innentől kezdve gyenge tűzön kell főzni. Ezt azért mondom ilyen határozottan, mert ha otthon a konyhában főznek halászlét, és így alaplével, akkor is így csinálják. Ne főzzék hirtelen gyorsan, mert az nem tesz jót neki. Amikor már jól fölforta magát, akkor szoktuk beletenni a piros paprikát. És onnantól kezdve mindenkinek szíve joga, hogy fújtatja, hogy tálalja. Ugye ezt már még egyszer nem kell leszűrni. Az a hal, amit így földarabolva beletettük, az emléjük, vagy nem szálkás hal, vagy ki van szálkázva, magyarán halfilé. Én azt láttam, hogy te is kijelöltél magadnak egy halászlé receptet a könyvből. Igen, mégpedig halászlé gombóccal. Ugye az előző receptbe azt hiszem az emberek többségét meglepte, hogy krumplit főznek bele az alaplébe. Hát engem itt meg az lepett meg, hogy gombócot tesznek a halászlébe. Na nézzem, hogy akkor mit ír ez a recept. A halakkal, legyen az akármilyen, kicsi vagy nagy, húsdarálón kétszer ledarálom a halakat. Ha van időnk, megnyúzzuk a halakat, mert a bőrük rátekeredhet a késre, és befullad a daráló. Ez egy jó tanács volt. A fejeket és az uszonyokat eldobom. Ugye ez is különbség az előző halászlétől, mert ott ezeket az alaplébe hasznosították. A ledarált húshoz kevés felaprózott fokhagymát, egy kávéskanálnyi őrölt borsot, összevágott petrezselymet teszek, egy felvett nyers tojás, szétdörzsölt száraz kenyérbelet, prézlit, és sót is keverek bele. Jól összegyúrom, kendővel letakarom, állni hagyom, hogy az ízek és az illatok összeérjenek. Ezzel tehát elkészítettük a gombócnak az alapját. Közben 6-7 liternyi vizet oda teszek egy lábosba vagy egy bográcsba főni. Felvágok két krumplit, két csöves paprikát, egy egész vöröshagymát és egy késhegynyi borsot is. Forralom, amíg a krumpli meg nem puhul. Aztán kiveszem, szétpasszírozom és visszateszem. A léhez egy másfél hagymás zsírt és másfél deciliter üveges paradicsomot öntök. Amikor forr, leveszem evőkanállal, beleszaggatom az összegyúrt fűszeres halhúst. 7-10 percnyi főzés után kész. Olyan finom, hogy a múltkor a barátaim alig győztek belőle eleget enni. Van itt egy másik nagyon kedves nevű halászlé, ez halnokedlivel készül. Nem sokban tér el a gombócostól, de azért elmondom, hát ha valakinek nokedlihez nagyobb kedve van, mint a gombóchoz. Tehát itt is meg kell főzni a halászlét, de ő azt csinálja, hogy amikor már megfőtt a szeletelt hal is, akkor persze hagyja egy kicsit
kihőni a halakat, kiszedi a halakat, kiszedi a halászléből, és amikor már meg tudja rendesen fogni, tehát nem olyan forró, akkor lerázza a halcsontról a halhúst. Ezzel tulajdonképpen filézi a halat. És akkor, igen, jó módszer, igen. És akkor, mikor ez már megtörtént, akkor húsdaráról ledarálja, ugye így azért könnyebb, hogy csak egyszer kell ledarálnia, és tesz hozzá ehhez a masszához egy kevés lisztet, egy nyers tojást, két csipetnyi borsot és egy kis sót. Ezt egy picit összenyomkodja, miután a nevében benne van, hogy nokedli, tehát nokedli állagú tésztát csinál végül is belőle, és úgy, mint a nokedlit, beleszaggatja a halásztébe, és pár perc alatt megfőzi. Szerintem a változatosság gyönyör köttet, úgyhogy ezt is nagyon tudom ajánlani a kedves hallgatóknak. Eddig beszéltünk ugye általában a szabadon főzésről, már hogy a külső helyszínen, nem a konyhánkban főzésről, és ezen belül a halételekről vázlatosan, de most áttérünk a vadételekre. Bár itt a könyvben az van írva, hogy vadászétel, de ezen én mindig ki vagyok borulva, hogy nem a vadászt főzik meg, nem. Ez vadétel, ez ugye? A vadász az eszik. Nem tudom, a halászlét se a halászlával főzik, de azt jobban megszoktam már, hogy a halételek azok halászlével kezdődnek. Nos, akkor szeretném, hogyha elmondanál valamit a vadételekről. A legszelidebb vadat, igen, ugye? Szép nagy madár. Igen, a fácánról szól ez a recept, ugye a fácán régen az vadon nőtt, ma már egyébként tenyésztik, és úgy röptetik őket a vadászok elé. Na de hagyjuk, mert ez nem vadászati szakújság, hanem ez egy főzőműsor, úgyhogy nézzünk egy fácán levest reszelt tésztával. A fácánnak igen finom, gyenge levese van, különösen a fácán tyúknak, mert az kövérebb a fácán kakasnál. Mint minden szárnyast, ezt is szárazon kell megtépni. Tépés után az apró tokokat, szőröket láng felett felperzselem. Elmeséled akkor, mikor te először fácán futoltál? Vagy igen, ezt igen, felejtsük? Igen, kaptam egy barátomtól, aki mellesleg vadászni járt, egy fácánt. És hát nem nagyon tudtam vele mit kezdeni, azt mondta, ő vadász és nem szakács, ő már lelőtte a fácánt, akkor én meg főzzem meg. És ezért úgy, ahogy a nagymamámtól láttam, hogy csirkét hogyan kell kopasztani, úgy nekiálltam. Tehát leöntöttem forró vízzel, és elkezdtem kihúzni a toklászokat, ami persze nem sikerült, mert a tyúknak, ha forró vizet kap, a toklásza kijön a bőréből, ezzel szemben a fácán tyúknóa benne marad a tok, és ilyen fekete csíkokat alkot. És azt hiába próbáltam leszedni, hát egyszerűen nem sikerült. És véletlenül beleakadt az ujjam a fácán bőrébe. És akkor egy másodperc alatt letéptem az egész bőrét, vele az összes tollat. Úgyhogy ez ugye még egy hagyományos, és a korabeli szakácsnak nem akadt bele a bőrébe az ujja, ezért ő hideg vízbe tépteste ki ezeket a tollakat. Na miután sikerült felbontani, külön vesszük a combokat, a szárnyakat, a nyakat, a hátat, és több felé kell vágni a mellehúsát is. A levesnek valót hideg vízben kell főzni, csak félfővésben tegyük bele a zöldséget, sárgarépát, petrezselymet, zellert, karalábét, egy kis zöld paprikát és egy egész kis fej vörös hagymát. Egy fél csípős paprikával is lehet ízesíteni. Sót is tegyünk bele. Míg fő, egy összmaréknyi lisztből, ez egy korabeli
mértékegység, amely 18-20 dekát jelentett, tehát egy összmaréknyi lisztből és két tojásból tésztát gyúrunk, gömbölyűre formáljuk, és a tészta reszelőn kendőre lereszeljük. Ezért reszelt tészta. Szétterítjük, száradni hagyjuk. Mikor a hús már-már megfőtt, beleszórjuk a tésztát. A fácánleveshez ez a legjobb, legfinomabb tészta. Mikor feldobja magát, néhány percen rá leveszem. Ezzel el is készült a fácánleves reszelt tésztával. És a rántott savanyú leves nyúlból, azzal mi lesz? Igen, a fácán után térjünk át a másik vadászati tárgyra, a nyúlra. Fiatal koromban, a háború előtt rendszeresen agaráztunk nyúlra, írja a könyv szerzője. Hihetetlen ma már, hogy tucatszámra hordtuk haza szegény nyulakat. Egyik részét eladtuk a boltosnak, a többit megettük. Annyiszor főztünk belőlük savanyú levest, hogy megtanultam a módját. Anyám volt a nagy mestere, ma is úgy főzzük, hogyha nagy ritkán hozzájutunk egy-egy vadnyúlhoz. Na nézzük akkor, hogyan kell csinálni. Nyúzás és darabolás után abároltuk tiszta vízben 10 percig. Ugye az abárolás az lassú forralást jelent. Tiszta hideg vízben átmossuk, és oda tesszük a spórra, a spór ugye az a sparhelt magyarán, vagyis a tűzhely, és egy gereszt fokhagymát, babérlevelet és sót teszünk bele. Mikor félig megpult, kockára vágott, kevés krumplit tettünk hozzá. Vékony rántással felöntöttük, olyannal, amit tejfellel eresztettük fel. Ez fenséges ízt adott ám neki. Levétel előtt egy-két evőkanálnyi ecettel elsavanyítottuk. Ehhez a recepthez is van némi hozzátenni való, tehát ugye nem meglepő módon ebbe is krumpli került, ami ugye egy ételsűrítő. Ezután egy vékony rántást tettek bele. Ugye a vékony rántás azt jelenti, hogy éppen csak, hogy egy kis zsírra egy kanál lisztet teszünk, és tejfölt is öntünk hozzá. Ugye a tejföl az a habarás, ami a felső tiszavidéki főzésnek az egyik jellemzője. Az ecet pedig kifejezetten közegészségügyi célokat szolgált, ugye, mert a korabeli kommunális állapotok miatt szükség volt a gyomor folyamatos karbantartására, és ennek a legegyszerűbb formája az ecet volt. Én egyébként a nagymamámmal nem tudtam, hogy közegészségügyi okokból eszem ecetet szinte minden ételhez, de nagyon finom, higgyék el. Ma már egyébként balzsamecetet használok, ami kevésbé vadíz. De az is nagyon jól fertőtlenít, és nagyon jót tesz az emésztésnek is. Igen. Sőt, van olyan, az alma ecet például fogyókúrához is használják. Tehát mindenre jó. Az ecet az egy csodaszer. Akkor mehetek én most egy... Igen. Itt sajnos megint az én mániám, hogy vadászleves, de hát mit csináljunk, ha ő így hívja. Ez egy vadleves, valamilyen vadszárnyasból. És pontosan ugyanúgy főzi meg, mint ahogy minden húslevest, szárnyasból készülő húslevest főzünk. Sok zöldség, hideg vízbe föltéve, lehabozva, szépen lassú tűzön, éppen csak, hogy bugyogva megfőzi. Nem is ebbe van itt a nagy trükk, hanem hogy griznokedlit csinál hozzá, amit pont ugyanúgy készít el, mint bármelyik griznokedlit, de azért az, hogy ezt egy vadlevesbe teszik bele, ez nekem nagyon tetszik, amikor a Zemplénben sokat jártunk a barátainknál, akkor őnáluk is minden levesbe volt valami különleges betét, és nagyon tartalmasak lettek ettől a rengeteg zöldségtől, és a pluszban még valami, vagy grízes, vagy krumplis, vagy töltikés, vagy valami. Májas, az a legvadászosabb. Igen. A vadászoknak mindent. Akkor még a végén ennek a blokknak szeretném, hogyha elmondanál egy pörköltet,
ami ugye én itten, amit együtt kiválasztottunk, ez egy összpörkölt. Azt azért ajánlanám, hogy hallgassák meg, és ha van kedvük, jegyzeteljenek is, hogy hogy készül, mert most már azért itt nálunk a nagy bevásárlóközpontban is tulajdonképpen állandóan lehet kapni vathúst, és ezek az esetek 90%-ában őz és szarvas. A szarvasnak persze több formája, vagy több fajtája, de őz majdnem mindig van. Tehát hozzá lehet jutni. Nem mondom, hogy olcsó, de nem kell belőle hatalmas lakomát tartani, sok köretet kell oda csinálni. Valóban, az emberek általában elrémülnek, amikor a vathús pultnál megnézik az első őzgerincet, és rémülten látják, hogy 6000 forint az alsó határ. Kilója. Igen, kilója. De én azt javaslom, hogy semmiképpen ne őzgerincből főzzék a őzpörköltet. Nem azért, mert hogy drága, vagyis hát sokak számára megfizethetetlenül drága egy pörköltél, kilónként 6000 forintot adni, hanem azért, mert nem alkalmas az őzgerinc pörkölt készítése. Pörköltnek az úgynevezett apró hús. Rá van írva egyébként a húsnak a fóliájára, vagy az, hogy pörkölt, őzpörköltnek való, vagy az, hogy apró hús, mert ez sokkal olcsóbb, és ez való igazából a pörköltnek. Na nézzük, hogy hogy kell őzpörköltet készíteni köretnek krumplival. Az őzpörkölt szabad tűzön, főleg vadász összejöveteleken készül, írja a szerző. Én a bevásárlóközpontba veszem. Az őzet előző nap lövik ki. Én nyúzom meg, én darabolom fel. Bárdal, csontvágó fűrésszel, éles késekkel dolgozok. De ezt ezután... sajnos te nem mutatod el magadról, mert amikor voltunk vadászati vendégségbe, akkor azt ott elintézték a vadmesterek. Így van. Én egyébként soha nem vadásztam. Én beértem, hogy fényképezőgéppel és kukkerrel vagy távcsővel kísértem a vadászokat. Lehetőleg kerültem a tűzvonalat. Na nézzük akkor, hogy ha már megvan az őszhús, akkor mit kell csinálni. Egy őszhöz 3 vagy 4 kg zsírt olvasztok fel, amelyben 2 kg apróra vágott hagymát összevágott petrezselyem és zeller levéllel fonnyasztok. Na hát ennyi őzet nem javaslom, hogy egy családi ebédre vásároljunk. Mondjuk 50 deka őz apró hús pont elég egy pörkölthöz. Na de az hát ugye itt egy vadász ebédről van szó. De az már egy nagyobb család, 50 deka őzhús. Azért nagyon intenzív íze van. Nem eszik ebből az ember olyan sokat, nem? Igen, igen, igen. Nem kell belőle sok. Nos, amikor megfonyasztottuk a hagymát, a petrezselyem és zellerleveleket, egy kevés vízzel felöntöm, mikor for 20 deka piros és 10 deka félerős paprikát szórok rá. Megkavarom és rárakom a húsokat. Ismét vizet bele annyit, hogy bőven ellepje. Ha van fedőm, ráteszem. Gyakran megkavarom hosszú keverőfámmal. Hát ez ugye bográcsfőzést jelent. Ezt követően egy liter zsír nélküli lecsót öntök rá, megszórom 10 deka őrölt borssal, 2 csomag ételízesítővel és sóval. 2 tubus piros arany is kell vele, tovább főzöm, gyakrabban kevergetem. Az elpárolgott vizet nem szabad pótolni. Később, levétel előtt fél liter bikavért öntök rá. Zárójel, és vajon hová lett a hiányzó 3 deci. Ekkor már nincs rajta fedő, mert egyre másra kavargatom. Közben még valaki helyettem kavargat, külön üstben, sós, petrezselymes vízben megfőzöm a karikára vágott krumplit, külön tálalom a pörkölthöz. Mindenkinek a szakát szed. Előtte szilvapálinkát, utána sört és bort fogyasztunk. Láthatólag a szövegből ez kötelező, ez a fogyasztási elem.
Ebben a könyvben van egy olyan recept, ami az én egyik kedvencem. Hát nem pont így még nem ettem, ahogy ő mondja, de biztos, hogy ez se rossz. Ez a krumplileves, én nagyon szeretem, főleg a magyarost virslivel, vagy kolbásszal, vagy vegyesen virslivel és kolbásszal, tejföllel, te inkább valamilyen ecettel, de az nagyon finom, egy jó krumplileves. Itt a szerző az elejére írt ennek a receptnek is egy kis fölvezetést, és azt írja, hogy kamaszkoromtól gulyás bojtár voltam apám mellett, aki élete végéig bárókendénél szolgált. Ebből világosan kiderül, hogy hát ez a II. Világháború előtt volt ez a történet. Cégény Dányány Kői és Istvándi birtokán fejőgulyások voltunk, ami azt jelentette, hogy mivel éjjel-nappal kint álltunk, kint tartózkodtunk, a tehenek ott kint a legelőn ellettek meg, ott szoptatták és nőttek fel a borjak, ott fejtük meg a teheneket. Tejüket állandóan fogyasztottuk, így is, úgy is. Untuk is már, igyekeztünk mással is pótolni az ételt, ha csak lehetett. Ilyen volt a tésztás krumplileves. Akkor, hogy készítették el? A bográcsban kevés szalonnát és hagymát pirítottunk, öntöztünk rá egy-két bádognyi vizet, ez a bádog, ez a bádogkannának a teteje, ugye? Azt hívják, hogy ilyen vizetésre, igen, tehát nem sok vizet, gondolom egy ilyen fél liter vizet összesen. Beleraktuk a kockára vágott krumplit, néhány petrezselyemlevelet, még nem puhult meg egészen, amikor felöntöttük annyi vízzel, amennyi kellett, ismét felforraltuk. Hazulról hozott száraz tésztát tördeltünk bele, kb. Két félmaréknyit, nem volt az rossz. Hát igen, háború előtt, és azért biztos, hogy ez egy nagyon jó tartalmas kis étel volt. Ajánlom mindenkinek figyelmébe, főleg, hogyha valami jófajta krumplit talál hozzá a piacon, amire most elég nagy esély van, mert most már nagyon finomak a krumplik. Akkor azt szeretném, hogyha megmondjam, hogy milyen húst süssél kemencébe, vagy te mondod meg, hogy milyen húst sütnél. Mondd meg, légy szíves, addig utána nézek, hogy mit süssél. Jó. Akkor egy bárány kemencében sütve. Lehet? Igen, a könyvszerzője a következőket írja. Amikor tanyán laktunk, juhászkodtunk, szegény anyám minden húsvétra sütött nekünk egy bárányt kemencébe. Kb. Egyévesek lehettek a bárányok. Apám takarosan megnyúzta, lábait levágta és átadta anyámnak. Ő kívülbelül sóval bedörzsölte és 2-3 újnyi vastag szalonnadarabbal és fokhagymával megtüzdelte. Apám befűtötte a kemencét, ahol a bárány tepsin szép pirosra, ropogósra sült. Nem tettünk alá zsírt, arra nem jutott. Jó volt az anélkül is. Zsírozta a szalonna. Jól emlékszem, hogy a szomszédos Kalidi tanyáról eljöttek hozzánk apám juhász cimborái is, beszélgettek, klarinétoztak. Csodás esték voltak. Ezt most is meg lehet ismételni bárhol, nem? Legfeljebb nem klarinétoznak, hanem gitároznak az emberek. Jó, akkor menjünk tovább, és van itt egy kondás haluska, amit te választottál ki többek között a szakácskönyvből, szerintem a neved miatt. Nem? Így van, kondás haluska, így van. A szerző a következőt írja. Fecske László receptjéről. Egész életemben juhász voltam, Berekben kezdtem, mint bojtár, majd az erdőháti, sonkádi, paládi legelőkön folytattam egyedül. Eleinte még a gazdáknál szegődtem el. Ők láttak el koszttal is, bent kosztosként. Később, amikor már saját juhom volt, ebben is a magam gazdája lettem. Megpróbáltam száraz koszton, szalonnán és hagymán élni. De hamar rájöttem, hogy ezt nem bírom. Rátörtem a bográcsba való főzésre.
Nagyon szerettem kondás haluskát is, gyakran megfőztem. Na, ez a következőképpen történik. A bográcsban lisztet és nyers tojást gyúrtam össze. Amikor tésztává vált, két ujjammal lapos kis darabkákra, csipetkékre csipkedtem. Kendőn kiterítettem száradni. Ez idő alatt a bográcsban vizet főztem. Beleraktam a csipetkéket, megfőztem. Majd a vizet fedő alatt leöntöttem róla, zsírt tettem rá, és amikor elolvadt, jutúróval összekevertem. Meg is sóztam. Ezek szerint Fecske László receptje igen hasonlít a jutúrós trapacskára. A foglalkozásuk is azonos, vagyis bojtár, és hát az eredmény is, ami előáll, azt nevezhetnénk szlovák módon brinza haluskinak, itt kondás haluskának nevezik. A szabadtéri főzésnél bográcsban nagyon sok mindent meg lehet főzni, amit otthon is meg szoktunk főzni, és ezek általában ugye lehetnek már zöldséges ételek, hiszen ilyenkor a messze a legjobb minden zöldség és gyümölcsnek az íze, amelyik éppen érik. Azt szeretném, hogyha azt elmesélnéd, hogy te hogy főzöd a bográcsban a lecsót, bár a fazékban is szerintem ugyanígy főzöd, de múltkorjában jöttek vendégek, és mikor kérdezted tőlük előre, hogy milyen húst süssél nekik, akkor azt mondták, hogy miért húst, lecsót főzzél. És ez... Így van, lecsót, mégpedig hús nélkül. Na hát a bográcsos lecsónak az a kulcsa, hogy egy egész kevés zsírban feltesszük a hagymát dinsztelődni. Gyorsan kavarjuk, mert hajlamos odakapni a kevés zsírban lévő hagyma. Ezt követően beleöntjük a paprikát. Itt ez sokfajta elmélet van, a paradicsomot. A paradicsomot, igen. Hogy hogyan kell a paradicsomot készíteni, héjával, anélkül, maggal, anélkül. Én úgy, ahogy van, egy kettébe vágom a paradicsomokat, beleteszem az edénybe, és gyönyörűségesen elforr rogat saját levébe. Amikor már nagyon lemegy a leve, akkor egy kis vizet töltök hozzá, hogy könnyebben szétfőjön a paradicsom. Kedves hallgatóink, ne higgyenek neki, nem tölt hozzá vizet, hanem odamászik a frigiderhez, és kiszedi a méregdrága paradicsomitalt, vagy azt a paradicsomitalt, amit mi főztünk, az nem drága annyira, és azzal önti föl, igen. Mert hogy sajnálja a vizet belerakni. Igen, hát ez így is, úgy is lehetséges. Én a frigidert pártolom. Ezt követően az előre fölvágott karikára, vagy hosszába fölvágott paprikákat beletesszük, és megszórjuk jó sok piros paprikával, lehetőleg édesnemessel. A csípőset én nem pártolom, hogy belefőzzük az egészbe, inkább a chili paprikából egy kis külön paradicsomos erős paprikát főzök, és azt a tányérban teszem bele. Addig főzzük, amíg összeesik a paprika. Nem szabad a paprikát szétfőzni, mert akkor leválik a paprika húsáról a héja, és az kellemetlen szerintem étkezés közben. Ezzel tulajdonképpen készen is vagyunk a lecsóval, a összetétel arányai a kérdések. Én egyrészt hagymához, egyrészt paprikához két és fél rész paradicsomot számítok. Ekkor lesz leveses lecsónk, amelyet aztán kanállal és fehér kenyérrel lehet enni. Akkor én most elmondhatom a hideg lecsót? Igen. Van egy étel, amit mi egy-egy ilyen nyáron, hát sok-sok alkalommal nem csak rendes lecsót főzünk, hanem rendetlent is. A hideg lecsó az nem hideg egyszerűen, hanem nyers. Tulajdonképpen nincs vele több munka, mint a főzött lecsóval, de hát ez egy, ha pontosabbak akarunk lenni, ez egy lecsó saláta, tehát az ember fölvágja
falatnyi darabokra a paprikát meg a paradicsomot. Én nem szoktam a paprika csutkáját belevágni, sőt kiszedem a magokat, mert azért ezt nem főzzük meg, tehát nem lesz olyan olyan nagyon eltűnt az összes íz, tehát bele kell segíteni, hogy ne kerüljönnek ott paprika magok a szánkba. Tehát összevágjuk a paprikát, paradicsomot, itt is lehet egy kicsivel több a paradicsom, mint a paprika, az jót tesz neki, de ha egyformán rakjuk, még az is jó, amit nagyon ajánlok, soha ne sózzuk meg, csak majd az asztalnál, ha valaki igényli. Vágunk bele kemény tojást, azt is ilyen apró falatokra, és az utóbbi időben egy-két szál újhagymát is szoktam belekarikázni, vagy szokott, amelyikünk épp készíti, belekarikázni. Most még nagyon finom az újhagyma, nagyon jót tesz neki, és az egészet fölöntjük kefirrel, és bekerül a hűtőszekrénybe. Hát a minimum az, hogy 4 órát hűljön, mert úgy érnek össze ezek az ízek. Ha van rá időnk közben, egyszer-kétszer meg is kavarhatjuk, hogy mindenhol a kefir át tudja járni. Nagyon finom, minden húshoz jó, minden hús nélkül is jó, akár sült zöldségekkel is nagyon finom. Még nem volt olyan, hogy ne fogyott volna el az utolsó szemig minden, és hogy a gyerekeink ne azt kérdezték volna annak idején, hogy mikor csinált legközelebb. És akkor kéne nekem még itten, hogy elmeséljél valami zöldséget megsütve. Ugye ezek nem kint szabad tűzön készülnek, bár ott is készülhetnek, hogyha valaki grillezni akar, de azért a görög-török padlizsánt, ahogy elnevezted ezt az ételt, azt azért egyszer mondd el. Valóban görög is, török is, mind a két országban jártunk, ettünk helybe. A kettő között a különbség csak a zöld fűszerezésnek a kérdése. A görögöknél szerintem igazából nem tesznek bele semmit. Fölaprítják a padlizsánt, megpirítják egészen kevés olajon. Én kókuszsíron szoktam csinálni, mert annak teljesen semleges íze van. Amikor éppen megpirult, akkor ugye nem szabad szétfőzni, ezt nagyon kell hangsúlyoznom, ennek haraphatónak kell, hogy maradjon, akkor fölöntjük a kihűlt, felöntjük joghurttal. És ezzel tulajdonképpen el is készült. Hogyha törökösen akarjuk főzni, akkor persze valamilyen zöld fűszert tehetünk rá, akár petrezselymet, de végső soron akár más zöldeket, zöld fűszereket is használhatunk. Én úgy emlékszem, hogy ők kapukfüvet tettek elég rendesen rá, az, ami olyan kicsit szúrós. De jó volt, íze jó, nem? Igen, nagyon finom, akkor szúrós, amíg nem főztük meg. De hát ez jó, igen. És van még valami nemzetközi? Hát még egyet akarok mondani, egy bolgár uborkalevest, aminek a becsületes bolgár neve Tarator. Az uborkát ketté válnak az utak, vagy meghámozzuk, vagy nem hámozzuk. Eltérő szokások vannak. A kígyó uborkát semmiképpen nem ajánlom, hogy meghámozzuk. Ezzel szemben a fürtös uborkát, vagy a még könnyebb, én úgy nevezem, hogy szovjet uborkát, ami kőkemény, azt mindenképpen ajánlatos megfőzni. Lesózzuk, hagyjuk állni a sóban, kinyomkodjuk a levét, fölöntjük joghurttal és fokhagymával. Fokhagymát préseljük, vagy szeleteljük, megint ízlés kérdése. 1-2 órát hagyjuk a hűtőbe ácsorogni, feltéve, ha előbb nem esszük meg. Jó étvágyat kívánunk hozzá! Kedves hallgatóink, köszönjük szépen a figyelmüket. Ez volt a Mit főzek című műsor, Tóth Zoltánnal és Kis Katalinnal. Várjuk Önöket a jövő hét péntekén is 12 órakor itt a Rádió Bécsben.